A magyaroknak és a szerbeknek ma erősebb az érdekközösségük, mint az érdekellentétük. Azonban mindkét népnél generációkon át öröklődött a történelmi sérelmek, az egymáson ejtett sebek fájó emléke. A mai megbeszélés igencsak viharos volt, mert nem határozták meg korábban az értekezlet napirendjén. A vita során mégis két javaslat körvonalazódott. Az egyik szerint legközelebb elkészítenénk a történelmi tények feltárásának a tervezetét. A másik elképzelés alapján a vonatkozó szerb projektumról tájékoztatnánk a Magyar Tudományos Akadémiát, és csupán ezután dolgoznánk ki a végső cselekvési programot, hiszen a két állam történészei együttesen végzik majd a kutatást. Az összejövetelen bebizonyosodott, hogy a tény feltárásával Vajdaságban jutottak a legtovább, és ezek az ismeretek szolgálnak majd a további munka kiinduló pontjául. Hát a legfontosabb célkitűzés mindenképpen az, hogy feltérképezzük és tudományos alapossággal alátámasztjuk, hogy pontosan mi is zajlott. Milyen időszakot ölelni? Ez gyakorlatilag a második világháború időszakát ölelni fel, tehát 41-től 44-45-ig terjedő időszakra terjednének a kutatásaink. Nyilván hangsúlyos szerep jutna azoknak az esztendőknek, azoknak az eseményeknek, amelyek a legkritikusabbak ebben az időszakban. A történészek sajnálattal állapították meg, hogy a Vegyes Bizottság kutatásaihoz eddig sem Szerbia, sem Magyarország nem teremtette meg az anyagi hátteret. Pénz nélkül pedig aligha végezhető alapos feltáró munka, vélik a történészek. A tartományi képviselőházban bemutatták dr. Sajt Jenikő szegedi történész a délvidéki magyarok újabb kori történelmét feldolgozó kötetének szerb fordítását. Az eredetileg Impériumváltás, Magyarok a délvidéken című kötet újabbkori történelmünk legérzékenyebb korszakát, Trianontól a II. Világháborús szerepvállalásig tartó időt dolgozza fel. A történetírás már régen túl van azon a nagyon korai 19. századi korszakán, amikor úgy képzelte önmagáról, hogy a múlt az leírható objektíve. Tudnélik, értelmezésekről van szó, hiszen a múltból én a történész csinálok történet. A minden nép történelme a saját magáé, és minden nép történelmének a történelme nagyon fontos szerepet játszik a saját identitás tudatban. És az nem baj, hogy az egyik nép hőse, a másik népnek az elítélt figurája. Akkor van a baj, amikor az adatok hamisak, tehát olyan mitoszokra vagy előítéletekre épül egy-egy figura, vagy egy-egy esemény elítélése, ami nem igaz. Úgy érzem, hogy konkrétan hozzájárul a békés együttéléshez, és hozzájárul egymás minél jobb megismeréséhez, de ugyanakkor a történelmi hiteles adatoknak a megismeréséhez is. Tehát mindazok, akik nem tudnak magyar nyelven beszélni, tehát szerbül beszélnek, azoknak is közelebb hozza a vajdasági magyar nemzeti közösségnek a múltját. Tehát nem dillentás módon, nem találgatásokkal, hanem alátámasztottan, tehát szakemberek oldaláról történjen az értelmezés, és mint mondtam, nagyon fontosnak tartom, hogy történészek szólnak a történelemről, nem pedig a politikusok. Jó volt ennek a kötetnek az időzítése is, tekintette arra, hogy éppen most kezdte még, vagy kezdi még munkáját a Szerb-Magyar Vegyes Bizottság, és vannak még testületek, amelyek feladata az, tehát szaktestületekről van szó, amelyek azon fáradoznak, hogy tisztázzák a második világháború alatti és közvetlenül az utána következő eseményeket, és valahogy ugyan próbálják egybehangolni a szerb és a magyar történészek álláspontjait, vagy mondjam úgy, próbálják összebékíteni ezeket az álláspontokat. A könyv 2003-ban jelent meg először angol nyelven, 2004-ben pedig magyarul.